Tisztelt Tamás atya, tisztelt hölgyeim és uraim, kedves vendégeim! Sokszor halljuk, hogy az adventi időszak a várakozás, az elcsendesedés ideje. A legtöbb ember egész életében vár valamit, vár valamire. Szabadságra, biztonságra, boldogságra, szeretetre, békességre, kényelemre, elismerésre. A kérdés csak az, hogy mi, mire, kire várunk. Ez a kérdés most egy hónappal a karácsony előtt különösen aktuális, hiszen elkezdődik az adventi időszak. Sajnos a keresztény hitét és kultúráját elveszejtő, elfelejtő, megtagadó Európában egyre kevesebben tudják, mit jelent ez a szó, advent. Ha körülnézünk a világban, láthatjuk, hogy leginkább a fogyasztás, a birtoklás határozza meg az év utolsó szakaszát. A ránk befolyásolni akaró reklámokban, hirdetésekben advent csak egy-egy kereskedelmi akciós időszak kellékeként tűnik fel, mint egy eldobható csomagolás. Mégis mi minden számunkra az adventi időszak? Egy hangulat, egy szín, egy érzés? A mézes kalács íze, a fenyő illata, a gyertyalángja? Fény, békesség, türelem, éberség? Rohanás, vásárlás, takarítás, ütésfőzés, valaminek a kezdete, vagy valaminek a vége? Egy lehetőség, vagy egy utolsó pillanat? Advent látszólag mindegyik, de végeredményben egyik sem. Arra kaptunk meghívást, hogy a sötétben ne csak a koszorú lévő első pici lángot, hanem belső tűzünket is meggyújtsuk. Vagy vegyük észre, hogy habár örvánként eddig is égett, de most szíthatjuk, táplálhatjuk tüzét. Elég fokozatosan, hétről hétre, napról napra. Így advent különleges napjaiban egyre jobban haladunk majd előre. Egyre fényesebbé válik a sötét. És hogy pontosan hova jutunk el, azt most még nem tudhatjuk. Pontosan milyen utat járunk be, és arra, honnan tekintünk majd vissza, az most még nem világos. Rábízva magunkat a Teremtőre abban a tudatban, hogy bármi is történik készületi idők alatt, az éppen úgy lesz jó, ahogyan megtörténik, az éppen úgy gazdagít majd bennünket, amilyen formában elér majd hozzánk. Advent egy olyan varázslatos időszak, amikor újra átéljük és megértjük a régi történéseket. Ugyanakkor a karácsonyra való várakozás hetei után tisztában látjuk életünk célját. Átéljük azt az időt, amikor az emberiség évezredeken keresztül várta az eljövendő messiást. Vártak, imádkoztak, és vágyakozásuk a proféták ígéreteinek beteljesedésében valóra vált. Eljött a megváltó. De kevés csak megpróbálni, átélni a régen megtörtént dolgokat, visszagondolni a régi eseményekre. Fel kell ébreszteni a szívünkben a vágyat Isten után, hogy őt felfedezzük, megtaláljuk a mindennapokban. Akkor is, amikor nehézségekkel kell szembenéznünk, akkor is, amikor küzdelmekben van részünk. Mert Isten mindig közel van hozzánk. Hívd minket, hogy vegyük észre az ő közelségét, szeretetét, jóságát. Ebben a várakozással teli időszakban legyen nekünk is egy olyan csillagunk, ami megnyitja szemünket és elvezet a betlehemi jászolhoz. Ha megpróbálunk türelmesek és figyelmesek lenni egymással, ha megfogalmazzuk szeretetünket és újra meg újra kimondjuk a másiknak, akkor lelki zarándokunkon nagy lépést tettünk a Jézussal való találkozás felé. Mert csak rajtunk múlik, hogy ez az adventi út hova vezet minket, hogyan tudjuk megélni majd karácsonyt. Az első gyertyalángja a fényességével erre hívjon bennünket. És megkérem dr. Balázs Tamás plébános urat, hogy tartsa meg ünnepi beszédét. Köszönöm szépen! Dicsértessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntök mindenkit újra itthon egy év elteltével, amikor ismét körülálljuk, mint egy nagy családnak a gyermekei, tagjai az adventi koszorunkat, és lassan meggyújtjuk rajta az első adventi gyertyát. Ha valaki egy kicsikét ma
föllapozta a mai evangéliumnak a szavait, vagy esetleg a templomban hallottuk az evangélium szavait, akkor egy nagyon érdekes történetről beszélt ma az evangélium, amit talán sokan ismerünk. Noé annak idején, amikor elkezdte ácsolni a bárkáját, akkor körülállták az emberek és kinevették, hogy vajon mit akar itt ez a Noé, miközben mi itt éljük a mindennapi életünket, és ő meg szögeli, ácsolja össze a bárkának a különböző deszkáit, és egyszer csak elkészült a bárka, aminek sokan csodájára jártak, és aminek aztán a leginkább meglepetést okozott az embereknek, hogy fogta magát Noé és a családjával, meg jó néhány állattal együtt beszállt ebbe a bárkába, és becsukták az ajtaját. Az emberek nem értették, mi történik, de aztán hatalmas vízözön keletkezett, és a vízözönben egyszer csak megmozdult a bárka, és úszott a tengerré vált víz felületén, miközben sokan sajnos odavesztek a drámai, történelmi pillanatok közepette. Jézus ezt a történetet arra használja fel, hogy megfogalmazza nekünk a mai napon, hogy mit is jelent az advent. Mindennapi eseményeink közepette rengeteg esemény, rengeteg feladat mozgat bennünket. Nem győzünk szaladgálni a mindennapi teendőink iránt, a családjainkat igyekszünk eltartani, egyre nehezebb helyzetben érezzük sokszor magunkat, sokszor kérdőjelessé válik számunkra, hogy mit tartalmaz a jövő. És ebben a helyzetben az ember számára két kérdés merül fel. Az egyik, hogy meddig tart mindez? Talán a bizonytalanság is, talán a félelem, talán meddig tart az, amíg majd egyszer az Isten azt nem mondja, elég. És a másik kérdés, hogy akkor mi lesz velünk? És az az igazság, hogy egyik kérdésre sem ad választ az Isten, de advent elején egy nagyon fontos dolgot viszont a lelkünkre köt. Tulajdonképpen teljesen mindegy, hogy mikor érkezik el a világ vége, az idézőjelbe tett vízözön, és teljesen mindegy az a kérdés is, jobban mondva nem a mi dolgunk izgulni azon, hogy mi lesz akkor velünk, hanem nekünk egyetlen feladatunk van, virrasztani. Ez az egész adventnek a küldetése, feladata virrasztani, vagyis ez azt jelenti, hogy egyre inkább hozzászoktatni magunkat az Istennel való találkozáshoz. Noé idejében az emberek erről elfeledkeztek. A mindennapi teendők annyira lekötötték a figyelmüket, házasodás, a családalapítás, a betevő falatért való küzdelem, azon kívül az adásvétel, az üzleti ügyeknek a lebonyolítása, elvonták a figyelmüket az igazán lényegesről, hogy egyszer találkozni szeretne velünk az Isten. És amikor Noé bárkája megmozdult a hatalmas vizen, akkor késő volt. Advent az az időszak, amikor nem csak kíváncsiskodnunk kell, hogy mit akar Noé közöttünk, hanem valahogy be kell szállnunk az Isten bárkájába. Merjük azt mondani neki, hogy mi is segítünk neked, Istenünk, ebben a rohanó világban egy olyan világot építeni, ami túlmutat ezen a világon. Mi is szeretnénk mindig veled maradni. Nem pusztán csak a saját dolgainkkal törődni, nem pusztán csak az evilági dolgokkal törődni, hanem hozzászoktatni magunkat ahhoz, hogy egyszer, amikor eljössz, félreismerhetetlenül felismerjünk téged. És amikor ez bekövetkezik, akkor boldogan fogunk tudni nem csak igent mondani a közeledő Istenre, hanem egyúttal vele menni is. Advent erre tanít, amikor még nagyon messzinek tűnik a karácsony, akkor azt kéri tőlünk Jézus, hogy hidd el, hogy egész közel vagyok hozzád, itt és most megkezdődik a pillanat, amikor hozzászoktathatod a szívedet a velem való találkozáshoz. Tulajdonképpen a felgyulladó adventi fények egy-egy pici karácsonyt hoznak már közelebb a szívünkhöz,
és amikor már négy gyertya ég a koszorún, akkor nem csak a fények áradnak szét, hanem szívünkben feltételezhetően már minden előkészített lesz ahhoz, hogy az Isten megszülessen. Ehhez kívánok mindenkinek nagyon sok örömet, a készülődésben hűséget, kitartást, mert ezt jelenti a virrasztás, alkalmassá tesszük magunkat arra, hogy Isten beléphessen, ne csak a szívünkbe, hanem általunk az egész világba is. Ezt adja meg a Jóisten mindannyiunknak, és akkor most gyújtsuk meg közösen az adventi koszorú első gyertyáját. Kérném, hogy fogadják szeretettel az Oboda adventi műsorát. Köszönjük szépen!
Yeah.
Szépen köszönjük a Obodának, illetve Tamás atyának ezeket a felejthetetlen gondolatokat, illetve ezt a csodás kis előadást. Szeretném felpontolálni a következő gyertyagyújtásnak a programját. A jövő héten az iskola felső tagozata a műsort, és ünnepi beszédet Szalainde polgármester úr fog mondani. Az ünnep végeztével kérem, hogy maradjanak együtt, ünnepeljenek, beszélgessenek, keressék meg a sátrat, és kérem, hogy érezzék jól dolgokat. Köszönöm szépen, hogy itt voltak. További szép estét kívánok!